benne a kártyákban. Mit üzennek a kártyák? Elhoztam nektek a Lenomon kártyákat, és ma péntek van. Ma péntek van egy nyeremi játék, szóval kommentold ezt a videót. Hashtag dupla kereszt, lélektárs, ikerlánk, hashtag ikerlánk. Úgyhogy kék legyen, akkor részt veszel egy ingyenes nyereményjátékon, szóval 15 percet fogsz nyerni én velem. Köszönöm neked, és persze iratkozz fel a csatornára, valamint oszd meg ezt a videót. Látjátok, arról van a szó a mai napon, úgy látom itten tényleg arról van a szó, hogy hát valaki megérkezik, aki már régen keresi az útját, és én úgy látom, itt van valami új kezdet, itt van valami új kezdet, egy múlt életi dolog, és úgy látom elindítani ezen az úton valamit. Lehet úgy gondolja a te lélektársad, és itt a kereszt. A kereszt az azt szimbolizálja, hogy ez karmikus, és innen erednek ezek a nehézségek. Azért nem halad ez előre ebbe a komoly kapcsolatban, mert egy múlt életi blokk van itten, tényleg a szerelemben, és azért van ez a vágy itten valójában. Azt látom tényleg, hogy a félelem itt van. Valami félelem egy múlt életi, az egy nagyon nagy blokk, a félelem, a csalódás, igen. És én azt látom tényleg, hogy ez rejtve titokban van, és ez nagyon felkavar itt mindent, és én azt látom tényleg, hogy a vonzó energia az itt van, valamint azt látom, itt van a te lélektársad is, honvágya van nagyon irántad, és az, hogy beteljesüljön ez az egész, itt a szerencse, valamint a mély érzések is itt vannak, és én úgy látom, nem csak a mély érzések, gondolatban betilt valamit magának, és itt a romantika. Szóval romantikus érzéseket lehet betiltja magának. Na most majd kirakjuk ezeket a kártyákat, most kirakjuk és megnézzük, hogy mit és mit nem lehet még. Nézzük csak meg. Nézzük csak meg. Mindjárt kirakjuk. Mindjárt kirakjuk a kártyákat, szóval most ki fogok rakni 4x9-et, és hát remélem vártok még egy kicsit, gondolom, hogy március elején jönnek rendszeresebben a videók, és akkor a kész leszek, és nagyon örülök neked, ha feliratkozz és követsz. Nézzünk bele. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Hűhaj, hát ez tényleg hosszú lesz. Hogy tudom ezt be, hogy minden beférjen, úgy, hogy szeretném. Nagyon jó. Igen, nézzétek csak. Na most kirakjuk, hogy mi is itt a helyzet. Megnézzük a te lélektársadnál. Jó? Na, itt a karmikus kereszt a vége. Na, nézzük csak. Oh, haj.
Hát itten titokba zajlanak a dolgok, úgy látom, ez nagyon zajlik itt minden nálatok. Hát a te lélektársad a szerencsében néz meg, úgy vonzódik irántad, valamint a tudatalattiban mit látok itten? Hát az egeret látom, hogy valami blokk van itten, valamint úgy látom szintén, hogy a félelem van itten, félő ettől a mély érzéstől, ettől a szenvedélytől, hogy ez beindul, nagyon be fog indulni, és akkor be fog teljesülni, fél attól, hogy igaz lesz. Pú, hát de nem azért, hogy nem tudja irányítani, azért fél ez az ember. Valójában nézd, a te ide nyilvánosságra nézel, mind a kétféleképp, mint nő is, vonzó nő is, gondolkodó nő is, bármi, oda nézel a nyilvánosságra, és szeretnéd, hogy ott hűséget fogadjon neked, és egy új kezdet beinduljon. Úgy látom, hogy erőt vegyél te is magadon is, hogy letedd az állarcot a tudatalattidban. Itt van, hogy szeretnél egy levelet, de ez egy nagyon komplikált dolog. Hát mit látok én itt valójában? Hát én azt látom itt valójában, hogy őnál ezek a mély érzések, de ő ezt letiltja magának, és gondolatban, és azt mondja, hogy ezt nem lehet, ezt nem szabad, elmondja magának ezt a romantikus érzést, habár tudja, hogy ezt meg kellene, hogy élje, és ez neki egy nagy kockázat, hogy kinyissa a szívét, és pedig az univerzum mutatja neki az irányt irányadba, hogy jöjjön. Ez igen. És mit látok én itt te nálad? Hát te nálad azt látom itt te nálad tényleg, hogy ez egy karmikus kereszt. A karmikus kereszt azt szimbolizálja, hogy ennek megvan az oka, hogy miért van ez így, itt az új kezdet, meg kell a nyitját találni, hogy beteljesüljön minden, és én azt látom tényleg, hogy te is félsz a sérelemtől, ő vele kapcsolatosan, szeretnél megérkezni valójában, és oda nézni, de ilyen nagyon mély érzések is ott vannak te nálad is, szóval ebben biztos vagyok, hogy itt vannak ezek a mély érzések, abban biztos vagyok, és ez igen. Szóval én úgy látom, hogy ez tényleg neked szól, hogy itt van valójában ez a titokba való dolgok, ezek itt folynak. Na most nézzük be, ugye a háttérbe ez az egész. Na most nézzük meg a félelmet. A félelem azért, mert ő nem találja meg ő önmagát, a blokk itt van a gáttal kapcsolatos. Na most nálad itt van, szóval te figyeled, szeretnéd tényleg ezt az egészet felismerni, hogy is lehetne ebből egy közös kapcsolat. A karmikus kereszt a szerelem. Na, most mi ez a nehézség az, hogy még te vágysz rá? És nézzük csak, hát ez még titokban van a nyilvánosság. Most miért kockázat ez neki? Fél a csalódástól. Ez az ember miért tiltsa be? A múlt életi dolgok véget tiltsa be, és gondolkodik. Hát már ő régóta gondolkodik ezen, de nagyon. Hát most tisztázzuk le, hogy milyen lapok jönnek neked. Neked milyen lapok jönnek, és milyen lapok jönnek ő neki. Jó? Na, mi köt össze benneteket, hogy prioritás az azt jelenti, hogy el kell dönteni, hogy mit akartok. Azt kell eldönteni, hogy mit akartok. És, na nézzük, te neked arról van a szó, hogy szabadíts fel a drámáktól magadat, nyisd ki a szívedet. Valamint hogy hallgass oda, és hogy fokuszáld magad, összpontosíts, légy kitartó. Engedd el a lélektársadat, az azt jelenti, ha elengeded, akkor úgy figyeld meg, hogy most az ő szemszögéből hogy néz ki ez az egész, és gyógyíts meg, koncentrálj a gyógyulásra, meditálj. Nézzük csak, ő neki mi jött ki? Hát ő neki az jött ki, hogy vedd a kezedben a helyzetet. És hogy mutasd meg önmagadat, indulj meg, és kövesd a szívedet, ezt üzenik a kártyák. De most én még kérek egy tisztázó lapot, szóval kommentoljátok, hogy hashtag
lélektár, sikerlánk, és a neve első betűit, az igen esett ki, és ő neki a te kérésed már megérkezett, az imád meg lesz hallgatva. Na, és most mi köt össze benneteket? Dobj el minden gondolatot, és hagyjad, hogy a karomba jöjjél vissza. Ez volt az üzenet, remélem ez tetszett neked. Ha tetszett, írjatok szívesen, és örülök, hogyha legközelebb szintén velem tartotok. Legközelebb vasárnap biztos jövök hozzátok. Köszönöm nektek, sziasztok!